Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most! Az is kire van? Na, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, InXP-ök, és elkezdtük egy videóhoz, amelyben ma, ahogy látjátok, visszatért a sztár vendégünk Nóri, és srácok, egy újabb sorozatba fogunk belekezdeni, amelyben elindulunk újra kalandozni, pont úgy, mint a Mítosz a könyvébe. Szóval, hogyha az a sorozat tetszett neked, akkor ma is tarts velem, ugyanis el is kezdünk egy új sorozatot, itt a felünk Csavargó is, illetve Nórinak a lova, akit hogy hívnak, nem is tudom, hogy hívják. Na, még de nincs is neve? Na jó, majd elnevezzük. Mi lesz a neve? Nem, majd a nézők majd annak. Ja, jó, akkor srácok, nevezétek el Nórinak a lovát. Viszont még bekezdünk a videóba, mindenki most csapasd egy hatalmas lájkot, iratkozzon fel és a csengésre felejtsétek el megnyomni, úgyis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni. Illetve ne felejtsétek el, vannak XP-mintás termékek, a link a leírásba. Pulcsi, bögre, táska, kirakós és még 100 millió fajta brutálisan jó minőségű termék. Szóval, hogyha vérbeli XP-er vagy és szeretnél te lenni a legmenőbb, akkor vásároljál szépen. Na, link a leírásba. Viszont akkor let's go. Igazából nem tudom, milyen kalandra számíthatunk, de hol vagy, ja, még megtaláltanak. Induljunk is el szépen, ülj fel a lovadra, aztán menjünk és nézzünk csak körül. Hoppá. Hát ez elég gyors volt. Nóri? Ez micsoda? Ez valamilyen ultimate fa, vagy nem tudom. Nagyon para. Nagyon para. Jó, mert menjünk, azt nézzük meg, jó? Nézzük meg, az nem biztos. Nem, hogy szövetségesek. Ja. Mondjuk elég szép fa, meg azért fehér azért szövetségesekre jellemző, de hát, ja, csak itt hogy... Itt a falu mellett igazából. Ja, mondjuk itt egy falu, az tök jó, tök jó. Na, let's go, menjünk szépen. Hol lehet itt felmenni? Keressük már valami létrát, vagy ilyesmi, mert itt nem lehet felmenni. Hm? Gyere, XP, hol vagy? Itt vagyok. Aha. Csak nem, ez már elég nehéz feljönni rajta. Ja, ez valami kötél vagy inda vagy nem tudom, de csavargoljuk meg a ló, az lent maradt, csak úgy mondom. Nem baj. Na, oké. Okay. Wow, nem csavargó feljött. A Nóri, itt van valami, vagy nem tudom, hogy csak ilyen furcsa kék fákják, meg növény darabkák vannak. Hello? Te mi vagy? Ez valamilyen, milyen hosszú füle van, te jó ég. Te szólt, hogy mi ez? Egy ember, mi? Hát, ja, egy ember, elég furcsán néz ki. Nagy a füle. Ja, elég szóval nagy. És a... Ó, ott van valami az erdőben, nézd, Nóri. Na jó, ez elég érdekel, hogy ebben mi sül ki. Itt egy láda, várjál. Hú, milyen szép láda, ilyen levél van rajta, nézd már. Nagyon para. Na, nézzünk csak szépen bele. Hallod? Ez mi? Ez mi? What the hell? Ott egy bor. Mi? Egy bor? Hát nekem olyan szettem van, hogy úristen, és egy sokkal jobb kardom is. Jól nézek ki. Wow, tényleg ilyen szarvad is van, meg ilyesmi. Ez nagyon menő, micsoda szettet kaptunk, na mindegy. Olvassuk el szépen a könyvet, ami benne van, gondolom úgyis ez a lényeg. Na, oppá. Nem bírom kinyitni? Na végre. Üdvözletem, vándorok. Hallottam, kalandorok vagytok, és épp egy bázis kerestek. Ah, igen, ezt el is fejtettem videó elején mondani, hogy egy bázis keresünk. Én szívesen megengedem, hogy itt maradjatok, azzal a feltétellel, hogyha megőrzitek a világ legfontosabb kincsét, a Szent Lángot. Wow, ez elég izén hangzik. Ja, a Szent Láng. Ott találjátok az erdő mélyén. Jó, hát akkor, Nóri, gondolom, hogy akkor ez az a cucc. Igen, az az ott az izé, nem tudom micsoda az. Na mindegy, még van egy másik gollal. Meg kell videltek az életek árán is, különben ha valaki ellopja, brutális dolgok fognak történni. Wow, hát ez nem hangzik túl biztatóan. És akkor az utolsó mondat pedig, hogy igyunk át az egyességünkre. Mi az, ígyunk hát az... Ja, ez a bor, gondolom ez a bor. Oh, amit kaptunk. Ja. Na hát akkor srácok, aki nem érteni, el kell mondanom, hogy most mit fog történni. Igazából azt mondta ez a úr, vagy nem tudom kicsoda, hogy itt maradhatunk és lehet ez a fa bázisunk. Csak annyit kell csinálnunk, hogy vigyázunk arra a kincsre, az életünk árán is, és meg kell védenünk. És akkor ja, cserébe itt maradhatunk és tök jó lesz minden. Hát ez elég könnyűnek hangzik, mondjuk hát nem tudom, hogy igazából, ja, annyira nem félek, max, hogyha ellop. Szóval ja, igazából csak tényleg annyi dolgunk, hogy ezt a cuccot azt megvédjük. És akkor ja, minden jó lesz, és ha nem tudom, hogy miért ilyen fontos neki az a láng, vagy nem tudom mi, gyerek közben, de
Ja, azért megvédjük minden esetre, aztán legrosszabb esetben, nem tudom. Ha ellopják, szerintem az se lesz olyan nagy baj, de... Hát jó, majd kiderül, hogy mi történik, várjatok. Mert hogy? Csak beszélni akar minket, hogy valami tudod. Ja, nem hiszem, hogy olyan nagy dolog, hogyha azért egy cucc olyan ellopódik. Hol volt az a izé, nem is látom. Ó, megvan, itt van. Szóval, kíváncsi vagyok, hogy néz ki ez a Szent Láng. Wow, micsoda kis táborhely van itt nekünk már felépítve. És nézd, Nóri, itt van, ez a Szent Láng gondolom, ami így benne van. Szóval, ha elvétek ezt valaki ellopja, akkor valami hatalmas probléma fog történni. Hát majd kiderül, vagy debdom, elég érdekes. Hát minden, most nem tudom, eléggé unatkozunk, mit csináljunk. Hát ígyük meg akkor ezt a bort, amik... Ja, ígyük meg most... Lerakom ide. Nem lehetem rá. Ígyük meg, aztán nem tudom, üljünk le, azt pihenjünk, vagy valami. Jó. Kicsit meg is szédültem. Mi ez? Nem tudom, elég álmos lettem, úgyis ez elég erős alkohol volt. Kicsit le is fekszek akkor aludni, vagy nem tudom. Szép jó reggelt, Nóri! Kicsit azért, még fáj a fejem, azért elég erős alkohol volt, ja. Hoppá! Igen. Nálad van a Szent Láng? Nálam nincs. Nálad? Hát nálam sincs! Ez hova tűnhetett? Nem esett bele. Ez elég probléma, úristen! Na jó, mindegy, menjünk vissza az a izéhez, azt mondjuk meg, hogy sajnos elvesztettük, csak nem lesz olyan mérleges, nem lehet olyan nagy probléma ebből, vagy nem tudom. Ja, nem hiszem, hogy ebből... De mi, ha tesztelt minket, és akkor most lőttek, hogy ott maradjunk. Ja, lehet, hogy igazából csak poinkodott, vagy ilyesmi, csak annyira nem lehet gondolni, mégis csak egy ilyen láng volt, nem lehet olyan fontos, vagy nem tudom, szóval reménykedjünk, hogy igazából csak egy ilyen, nem tudom, prank volt, vagy csak így próbált adott nekünk, vagy ilyesmi. Na mindegy, menjünk vissza, az hát, ha nem lesz tényleg mérges, próbáljuk meg, amúgy a lovadat itt hagyta, csak hogy mondom. Nem gond. Elmaradt magának. Na, let's go, menjünk szépen fel, aztán mondjuk el neki őszintén. Na, uram, figyeljen, van egy elég nagy probléma, vagy nem hiszem, hogy olyan nagy probléma. Valaki ellopta azt a Szent Láng izét, vagy nem tudom micsodát, hogy ez egy, nem tudom mennyire probléma, vagy ilyesmi. Van valami üzenet nekünk, vagy ilyesmi? Ó, igen, már írt is egy üzenetet. Hogy mi ellopták a Szent Lángot? Ez hatalmas probléma. Amíg a Szent Láng nincs a helyén, a Minecraft egyensúlya megborul, és gonosz lények idéződnek a Minecraftba. Vissza kell szereznetek a Szent Lángot, és vissza kell raknotok. What? Szóval... Csak nem. Szóval ezek szerint, hogyha az a láng nincs a helyén, akkor a Minecraft teljesen megbolondul, és furcsa lények idéződnek oda. Hát ez elég nagy probléma, de hát nem tudom, hát jó, nem hiszem, hogy milyen lények az ilyen veszélyesek még csak lehettek, vagyis hogy... Nóri, itt van pár fa, ami jár. Mindegy, lehet, hogy barátságosak, mégis a fák... Támad, nem barátságos. Mi? Támad, tényleg? Segíts már, Nóri! Úristen, azt, amit itt, olyan erősek! Oké, üsed őket, oké. Ahogy tudom. Fel fogok dobni, vagy nem tudom. Ne, oké. Szerintem téged támadnak, nem engem. De miért engem? Oké, üssük őket. Ez a kard nem olyan erős. Segíts! Csavargó, üssön őket! Gyerünk, srácok, gyerünk, mindent bele! Őket megölni. Gyerünk, én is nagyon erősek, csak lögdösnek össze-vissza. Jó, gyerünk. Ez az. Oké, már téged is támad egy. Sparda. Mindjárt meghal szerintem, gyerünk még pár ütés. Jó, most ő két ütni, de nem nagyon akar. Nagyon erősek, egy meghalt, már csak ez van akkor. Gyerünk, Nóri, gyerünk. Van. Próbálj, a fának az ellendítja a lába, próbálj arra felé tolni. Gyerünk, hát ha elég. Igen, meg elég, ha megütöttük. Ezek szerint, srácok, igaz. Ha a Szent Láng nincs a helyén, akkor ilyen lények keletkeznek, akik meg akarják pusztítani a Minecraftot. Itt most mi lesz? Hát, mivel mi okoztuk a problémát, egy lehetőségünk van, srácok. Vissza kell szereznünk a Szent Lángot, szóval újra útra kelünk és megkeressük a Szent Lángot, szóval a következő videóban találkozunk, srácok, tartsatok velem ott is, és akkor megkeressük a Szent Lángot valahogy jön. Viszont ez a videó ennyi lett volna, én XP voltam, ő Nóri, sziasztok! Sziasztok! Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most!
Külön van.